Győr sincs túl jó paszban, hiszen két rangadót bukott az elmúlt két fordulóban, ráadásul kiderült, hogy nemzetközi kupában sem indulhatnak a helyezésük ellenére a nemzetközi döntőbíróság határozat alapján. Mennyire lehet esélye a Pécsnek most Győrben? Nyilván azt gondolom, hogy azért ők nekik mégis kellemesebb az úgymond lejtő, mert a harmadik helyet biztosan megszerzik. Én azt gondolom, hogy valóban ők sincsenek jó paszban. Bízom benne, hogy most el tudjuk őket kapni. Összer egy parádés játékkal sikerült 3-1-re nyerni ellenük itthon Pécset. Sikerül megismételni ezt a produkciót? Azt akartam az éppen az előbb mondani, hogy nagyon örülnék neki, hogyha egy hasonló játékkal és egy végeredménnyel tudnánk zárni a Győrbe. Azt mondom, hogy mindenkinek a maximumot kell hozni, és azt gondolom, hogy ebben nem lehet probléma. Két forduló van hátra a bajnokságból, lassan már a következő szezonban kell gondolkodni. Nyilván ezek az utolsó mérkőzések már ilyen szituációban mindenkinek saját magáért kell már játszania. És azt gondolom, hogy ezek fontos mérkőzések mindenki számára egyénileg. Volt-e valami egyéni speciális felkészülés most a héten a Győr ellen? Személy szerint nem, hát játszottam már azért egy pár mérkőzést ellenük. Nyilván sok időt töltöttem Győrbe, ugyanúgy készülök, mint a többi mérkőzésre. Rövid hetünk volt, igazából próbáltuk rendezni a sorokat, elkerülni az olyan hibákat, egyéni hibákat, amik például Debrecenben megpecsételték a sorsukat, ezek mindenképpen Győrbe is el kell kerülni. Próbálunk kontrajátékot játszani majd. Felszabadult játékra számíthattunk volna tavasszal a Pécstől, ez eddig gyakorlatilag egyetlen egy meccsen sem sikerült. Mi lehetett ennek az oka, és mikor jöhet ez elő? Én azt gondolom, hogy a tavasszal a fordulópont volt a siófoki mérkőzés, amikor ugye a hosszabbításból elbuktuk. Ez szerintem a csapatnak egy olyan görcsösséget adott, ahol ami abszolút behúzta a fékeket, semmi nem jött össze, hogy a kapufákat rúgtunk, minden kifele pattant. Hát sajnos most ez mind ellenünk van, de ezt azon dolgozunk, hogy megfordítsuk, még hogyha az utolsó két mérkőzésen is, akkor is.